A havas eső ellenére is megtartotta a farsangi felvonulást a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület apraja nagyja. A séta után az egyesületben zeneszó mellett folytatódott a mulatság. Kevesen vagyunk, de hát most a telet kikísérjük, és megkezdődik a bőjt. Ezt, ahogy a mi őseink ünnepelték, mi is megpróbáljuk ki tisztán úgy véghez vinni, vagy bár hasonlóan. Ez az egész. És hogy elteljen az idő, és szórakozzunk. A pancsovai gyerekek többsége már csak az egyesületben gyakorolhatja anyanyelvét. Magyar tannyelvű oktatás már csak a Hertelendi falvi iskola néhány összevontakozatán van. Ez egy ilyen szép farsangi szokás, hogy mind itt együtt vagyunk, meg mulatunk egy kicsit, és hát tényleg ez egy tényleg emlékezetes alkalom, aki még nem járt erre, azt szerintem erre kéne járjon ilyenkor. Az eseményre előkerültek a kereplők is, minden, aminek hangja van. Amikor vigyázták a szöllőt és a szöllősöket, akkor ezzel hajtották el a seregélyeket és a többi madarakat, amelyikek edették. Remélem ezt, majd a tél is el fog szaladni tőlünk. A 80-as években több mint 6000 magyar élt Pancsován. Jelenleg 1700-an vannak, és körülbelül még ugyanennyi magyar él a külvárosnak számító Hertelendi falván. A különbség abban van, hogy Hertelendi falván tömbben él a magyarság, Pancsován széttagoltan. Elveszítjük a magyarságunkat, mert csak a templomokba és a két művelődési egyesületbe tudunk magyarul beszélni. Sajnos abból a 3500-ből sokan elmentem, ahogy említettem, de akik itt vannak is, sokan nem tudnak magyarul. Sokan most próbálkoznak a magyar honpolgárságot, hogy megszerezzék. Az egyesületben persze nem állt meg az élet. Pénteken a Magyar Szó élő újságának a házigazdái lesznek. Készülnek a disznótoros bálra is, amely február 17-én lesz.